Vadkárból jellemzően azokon a területeken van sok, ahol többségében nagy vadak élnek, mint a vaddisznó vagy a szarvas. A vaddisznó már vetéstől károkozó, hiszen kitúrja a földből a frissen vetett kukoricaszemeket, a szarvas pedig a növény megjelenésétől a betakarításig okoz kárt. Emlékeim szerint évekkel ezelőtt készült egy ilyen felmérés a vadkár mennyiségéről. Szabolcs megye a 19 megyéből valahol az utolsó 4-5-be, tehát a legkevésbé vadkáros megyék között volt. Ez érthető is, hiszen ugye a vadkárt az jellemzően a nagy vad okozza. Elsősorban a vaddisznó, és másodszorban a szarvas, attól függ, hogy miből mennyi van, illetve hogy maguk a termesztett növény kultúrák azok milyenek. Nekünk itt a megyében, hál' Istennek, olyan nagy gondunk nincs a vadkárral, illetve korrába tudják tartani a vadászok, ugye a vadállományt, és tudják mérsékelni. Ősszel új rendelet jelenik meg a vadkárrendezésről, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Nagy István agrárminiszter jelentett be az augusztus végi országos vadásznapon. Ugyancsak ősszel jelenik meg a hatósági trófeabírálat korrigálásáról szóló rendelet, amellyel a vadgazdálkodók a minőségi mellett a mennyiségi gazdálkodást is hatékonyabban valósítják meg.